Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Hitrádió stúdiójában Szinetár Miklós Kossuth Díjas rendezőt. Jó napot kívánok, Jó köszönjük, napot kívánok. hogy elfogadtam meghívásunkat. a meghívásunkat. És itt van velünk Kauzál Márton, a Free Publishing kiadónak az ügyvezető igazgatója. Szia Marci, téged is szeretettel Jaj, üdvözlünk. Is és hát nem véletlenül jöttek, jöttetek be ide a stúdióba, hiszen nemrég megjelent egy nagyszerű könyv, Szinetár önéletrajz, szerűség és egyebek. Marci, az első kérdésem az így hozzád Na. szólna, hogy mikor találkoztál először Miklóssal? Miklóssal? Hát vasárnaphoz napra pontosan egy éve. Napra pontosan egy éve találkoztunk Miklóssal, itt van a fotó, ugyanis ez úgy úgy történt, hogy mi adtuk ki a Haltatlanok Társulata, ugye van ez a díj, amit ugye az ATV fölkarolt, és minden évben kiadnak, és mi adtuk ki a Társulatának az első kötetét. Ugye tudni kell, hogy Szinetár Miklós a kuratóriumnak az elnöke, Igen. és szerveztünk egy dedikálást a tavalyi Könyvfesztiválra. És, ez és a ott, fotó... van, dátumra ott pontosan... van dátumra pontosan, hogy pontosan egy éve találkoztunk, akkor pont a, a könyvfesztiválon, és rá egy évre dedikáljuk Szinetár Miklós úrnak az önéletrajzi könyvét, és ez volt az, az ominózus időpont, amikor Lehuppantam mellé a dedikálás közben is, elkezdtem vele beszélgetni, és nyitottsággal, szeretettel fogadott, akkor még nem tudta, hogy ki vagyok, elmondtam neki, hogy mit szeretnék, mi az ötletem, mi a gondolatom, hogy mit szeretnék vele csinálni, és meglepő módon rendkívül nyitottan fogadott, és hát a végeredményét ott tartjuk a kezedben. Itt fogjuk a kezünkben, igen, ez ezt a, a nagyszerű könyvet. Nagy, mi az oka, volt. Miklós, hogy ennyire nyitott volt erre a kiadványra? Tehát hogy mondjam, Marci jól hatott rá. Ilyen egyszerű, én nem akartam önéletrajzot írni soha. Mindig azt mondom, hogy ezt mindig elmondom, hogy az önéletrajz az, az a nagy emberek műfaja. Önéletrajzot írt volna Bartók Béla, vagy, Charles de írt egy remeket, szóval ezek az önéletrajzok. Egy év, hétköznapi ember, mert végül is én egy hétköznapi ember vagyok, annak az önéletrajzom nem olyan olvasmányos. Mm -hmm. De hát meggyőzött a Marci, hogy írjam csak meg. Meg a közönség is erre rátszáv volt, amit mond, mert úgy tudom, hogy úgy elkapkodták az első kiadást, mint a cukrot. Így van. Gondolta volna, hogy ekkora az érdeklődés? Nem. Nem, főleg azért, mert korábban megjelent már kilenc könyvem, ez a tizedik, és mindegyik iránt volt érdeklődés, de és akik elolvasták, azok mindent nagyon szerették, nagyon népszerűek voltak, de nem nagyon tudtak róla. Hát egyszerűen azért, mert megjelentek a könyvek, és megjelentek és pillanatátok, ezen nem történt semmi. Hát itt viszont szerencsére ez a könyv hátat ATV-be, meg máshol, meg az interneten, nagyon nagy, hát csúnya szóval, reklámot kapott. És ez egy óriási dolog. Egyszerűen de ez nem lehet? csak ezért lehet. Nem, de így tudnak róla. Szóval lehet, hogy maga megvesz valamit, és szeret, de az, hogy megvegye, tudnia kell, hogy van. Na most ez, 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 ez borzasztóan fontos volt. A másik az, amiért talán szeretik, mert a maga módján egy kor dokumentum. Igen. Szóval nagyon sok ember számára ez a kor, amit leírok, az borzasztóan ismerős, és nagyon sok ember számára borzasztóan ismeretlen. És mind a kettő nagyon vonzó. Abszolút, ezt alátámasztja az én generációm is, mert ugye mi még az iskolapadban azért nagyon hiányosan tanultunk erről a, a korszakról, amiről ön ír, hogy ez, ez tényleg egy, egy történelem pótló is, és hát rendkívül érdekes és izgalmas, hogy szubjektív szemmel mutatja be a, a kóreseményeit. eseményeit. Talán ezért is lehet, hogy ebbe belevágott, hogy nem pusztán egy önéletrajzot akart, mm. hanem egy korrajzot is? Hát igen, azért hogy önéletrajz szerűség. Mert hát egyszerűen felsorolni dátumokat, eseményeket, de én ehhez kommentárokat fűzök. Például olyan kommentárokat, hogy erről mi jut eszembe a mára vonatkoztatva. Mert mindig időnként valami eszembe jut olyan, ami ebből a mára érvényes. Mert hát ez, amit én átéltem, hát ez az utolsó mondjuk 80 év, ez nagyon sok meg nagyon kevés. Hát ez semmi, hát ez a, a hogy mondjam, a, a, az emberiség történelmében is egy perc, hát aztán az úgynevezett világmindenségben meg egy pillanat se. De én remélem, hogy akik, akiket érdekel, és akik elolvassák, azok örömmel fedezik fel, és az egyik része az, hogy bizony tényleg így volt, a másik része pedig az, hogy na hát. Rácsodálkozom. Amúgy én ezt igen. beszéltük is az elején a Miklóssal, hogy hogy én sem egy olyan könyvet gondoltam el vele, hogy akkor kronológiak megyünk végig az ő életén, mert azt én se tartottam volna. Tehát azok a könyvekben nincs meg az a fajta behúzása az olvasónak, mint amikor valaki tudatosan a kor mögé fölépíti az életét, vagy beleépíti. És ugyanezt mondtam én is a Miklósnak, hogy valahogy úgy képzelem el ezt a könyvet, hogy az életén keresztül ezeket a kor szakokat az életében, és a végén azért lett három kötet, mert elkezdtünk gondolkozni, hogy hát ez egy ez nem, nem fér be bele. Igen, mindjárt erről is beszélünk, de még kint van a fotó a ja, monitoron, igen. és muszáj megemlítsük Rónai Egon Há, a nevét abszolút, is, akinek abszolút. azért szintén oroszlán része hát volt abszolút, a könyv megszületésében. Abszolút. Hát igazából, hogyha a Hatatlanok Társulat a könyv nem születik meg, akkor ez a könyv ide se jutunk el, tehát Egon volt az, aki rendszeresen nagyon sokat színetárúrral beszélgetett, és ott is nagyon sok impulzus kaptam én az Egon beszélgetésein keresztül. És valahogy így az egész összeállva ezen a ominózus egy évvel ezelőtti időponton egyszerűen valahogy úgy minden összejött, úgy, úgy minden úgy a helyén volt ahhoz, hogy Miklós úgy de akkor ez, ez akkor íre. gyorsan megszületett, hiszen akkor egy évvel igen. felkérted, és gyakorlatilag egy év után már itt van a könyv, és Miklós sok érdeklődőnek, rajongónak dedikálja is a könyvet. Kigyózó, ez sorok, egy óriási voltak, siker. Igen, egy kigyózó sorok voltak a, a könyvfesztiválon, most egy a hétvégén, tényleg az utolsó darabig mindent elvittek tőlünk. És valahogy, valahogy, ez az egy év munka, amit csináltunk, az, az egyértelműen bebizonyította, hogy, hogy ennek helye van, és ezt a könyvet meg kell csinálni. És amikor elkezdtük beszélni a fejezeteket, akkor láttuk, hogy ez, ez egy kötetben ez, ez, nem fog elférni. Élvezi, hogy a múltról ír? Igen, nézze, itt még egy nehéz, nehéz feladat volt a könyvvel kapcsolatban. Hát végül is szemben megír, 90 évet él és megírja, akkor hát ez, ha akarom, 5000 oldal. Igen. Szóval egyszerűen kiválogatni azokat a pontokat, amik jellegzőek, hát írom a könyvemben ezt a példát igyekeztem követni, hogy amikor én ifjú voltam, és az operában voltam minden este, akkoriban dirigáltott a Klemper ottó, Otto von hogy ahogy mondták, nagyon nagy karmester volt, és már elég öreg volt, és elég fáradt. De a hát zseniálisan dirigált, de az biztos, hogy ülve dirigált, ülve dirigált a darabokat. De minden egyes este, amikor dirigált, akkor volt kétszer-háromszor olyan 5-10 perc, amikor fölállt. Na most ez azt jelenti, hogy ő tudta, hogy mi az, ami nagyon hangsúlyos és nagyon fontos. Na most egy önéletrajzban is ezt megtalálni, ez nem könnyű. Hogy mi az, ami egy olyan kulcspillanat, vagy mi az, ami olyan fontos, ami önmagánál is egy kicsit többet tud jelenteni. Mert bele kell férni egy olyan terjedelembe ugyanakkor, én úgy gondoltam, amit az olvasó elvisel. Szóval egyszerűen kézbe vesz egy könyvet, ami 6-800 oldalakhoz, hát majd esetleg, majd, ha lesz egy szabad idő. Nem, nem, ezért van ez a három kötet. Egy segít benne, hogy tényleg arra büszke vagyok, hogy én igyekszem történelmi helyzeteket és eset, eseményeket nagyon egyszerűen leírni. Igen nagyon most durva, egy borzasztó lejáratot szólt, egyszerűen közérthetően, kevés körbe okoskodással és kevés idézettel. De talán amihez... ezért is népszerű. Igen, jó, mindig hozzáteszem, hogy ez az én véleményem, meg az én, lehet erre azt mondani, hogy én nem, nekem ez nem kell, persze, de én így, én nagyon egyszerűen, hát, hogy most egy másik Könyvemből idézzek, de abban megírtam, hogy hát hogyan is volt Magyarországon ez a rendszerváltás. És én azt, édes, még egy fél oldalon se írtam. Hát azt írtam, hogy egyszerűen az történt, hogy az oroszok, hogy a Stalin azért igázta le ezeket a kelet-európai országokat, Ez hágába se volt, hogy ezeket betagolja a Szovjetunióban, ha azért, mert kellett neki egy puffer kelet-európába, ahol, ha megint megtámadják a németek, vagy valaki, akkor ezek fölfogják a támadást. Igen ám, csak akkor még, na itt tévedtem én egy nagyot, akkor még a háború tankok vívták, és nem nukleáris eszközök. Na most a Gorbácsov idejében nem ő, mert sose a vezetők, nem a régen, nem a Gorbácsovek, nem ezek jönnek rá, hanem az a sok névtelen okos rájött arra, hogy ez az idő elmúlt. És ezeket a csatlós országokat tartani nagyon drága. Mert kezdetben a Szovjetunió zsákmányolta ki őket, aztán már mi zsákmányoltuk ki a Szovjetuniót, Hát mi mit adtunk, mi szabolcsi almát, és mit kaptunk olajat. Ez egy egész jó üzlet. Na most azt mondták az oroszok, hogy hát ez egy rossz üzlet. Ez egy rossz üzlet, és azt mondták az amerikaknak, hogy meg azt mondták a nyugatiaknak, hogy vigyék. Ez ilyen egyszerű, semmi hősiesség, semmi lázad, semmi nagyfalv, amik itt össze-vissza hazudnak, ez a dolog ilyen egyszerű. Na most én a dolgokat általában ilyen egyszerűen látom, és ilyen egyszerűen írom meg, amiben lehet azt mondani, hogy ez nagyon primitív, de ettől olvasmányos. Igen, és humoros is sokszor, szórakoztató is, de időnként pedig kellően drámai talán ön használta azt a szót egyszer, hogy szaunázik, és ez a drámaiság, ez nagyon megjelenik a könyvben is. Különösen például az a rész, amikor leírja, hogy hogyan élte túl a második világháborúnak a viszontagságait. Az egyik pillanatban még arról ír, hogy hogyan lőtték fejbe az egyik év utána pedig azt írja, hogy milyen gúny neveket adtak a tanároknak. Tudatosan használja a, ezeket az eszközöket? É, én, én ezt tanultam a nagyoktól. Ezt tanultam a módszártól, ahol egyik pillanatról a másikra a legszélsőségesebb komédiából hirtelen a legkeményebb tragédiába vált át. Ezt tanultam a Shakespeare-től, ezt tanultam a Molière-től, ezt tanultam a Sehoftól, tól találtam ki, csak egyszer nagy örömmel felfedeztem a világirodalom nagyjaival. De az élet ilyen? Tessék? Az élet ilyen? Az élet az, az, az élet az abszolút ilyen. Az élet olyan, hogy két arca van. Hát, ahogy mondjam, akit imádok, hát József Attila. 32 éves lettem én, meglepetés. Egész népemet fogom tani, tani. <laughs> Arról szól, hogy hogyan rúgták ki az egyetemről, hogyan éhezik, de közben a másik oldalon játszik az egésszel és a Petőfi, hát a négy ökrös szekérben, amikor kigúnyolja a népieseket, hogy azt mondja, nem testen történt, amit, amit hallotok, ott így regényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek, és azon menének. <laughs> és aztán egyszer csak bejön a szerelem és választottunk magunknak se, hirtelen elkomolyodik az egész. Tehát, amit mindig szoktam idézni, meg is írtam a kedvencet. Hát az anyám tyúkja, ami arra az, hogy ügyök, ügyög, anya, gyere ide, vagy, 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 kutyám, hegyes füled, majd a végén egyetlen egy mondatba azt mondja, hogy anyám egyetlen jószága. Na most gondoljunk bele, ha nyomunk ebbe a fokába, hogy falun valakinek az egyetlen jószága az a nyamajás csók. Hát egyszerűen felrajzolódik egy nagy társadalmi hátér. Úgyhogy az, ezt az én stílusomat, ezt én, ezt én mindig gyakoroltam, de nem azt én tanultam, én ezt a nagyoktól tanultam. <síns> Nehéz vagy könnyű volt így az első 25 évre visszaemlékezni, ugye, hogy már többször utaltak rá, ez a könyv az első 25 évet, tehát egy trilógia első részét foglalja magába, és hát azért az nem tegnap volt, az a sok esemény, ráadásul egy nagyon változatos, rázós időszak volt. Mégis elképesztő sok mindent leír a könyvében, rengeteg névvel, eseménnyel ez így simán jött, vagy azért? Néze hát ez egy élettani közhely, ezt minden orvos tudja, meg minden ember. Öreg ember mindenre, ami régen volt, jól emlékszik. Ami közel volt, tudja. De ennyire? Hát ültem, Padovába voltam a feleségemmel, és ott ültünk a Szent Antal Egyház előtt, ami gyönyörű, egy presszóba. És én mutattam a feleségemnek, hogy az Azóta a Donatello lovas szobra, és hát két ilyen van, az egyik Velencében, a másik itt, a Colleoni, a Gattemalata, és elkezdtem köpni, vágni mindazt, amit a Donatellóról, hogy ki volt ez és stb. mondtam, és nagyon büszke voltam, hogy ilyeneket tudok. Majd jött a pincér, és megkérdezte, hogy mit kérek. Mondom, egy kapucsinót, és így szoktam én reggelen a Igen. Egyszer fent, egyszer lent, igaz? Igen. A könyvében is ez, ez átvonul. Nagyon sok hasznos, hát hogy mondjam, életfilozófiát fogalmaz meg, ami a, szerintem a fiatalabb generációk számára is nagyon hasznos. Ilyen például az egyik, hogy nem szereti a végleteket, a végletességet, és az arányosságnak a híve. Ez Konkrétan mit jelent az ön életében? Ö, hogy mondjam? Az egyik az, hogy imádok önmagamnak ellent mondani. Nagyon fontosak. tartom, de például ebbe is, hogy tényleg utálom a végleteket rengeteg mindenben. Hát ugye írom a könyvemben, hogy alapmondatom az, hogy fűre lépni szabad. És nem bratizok azokkal, akik azt mondják az egyik oldalon, hogy fűrelépni tilos, a másik oldalon, hogy fűrelépni kötelező. Egyik sem hogy szabad lehet. Na most ugyanakkor viszont az életem olyan furcsán alakult, hogy emberekbe meg nagyon szerettem a szélsőségeket. Fura módon, olyan értelemben, hogy társadalmilag. Tehát például nekem az egyik legnagyobb példaképem, akit én nem ismertem, csak a műve, munkásságát, tehát ez a Gróf Bánfi Miklós, aki hát a legnagyobb erdély arisztokrata család sarja, és hát mint ilyen az operát megmentette, mint ilyen az erdély irodalmat megmentette, kitalálta a szegedi szabadtéri játékokat, ő szerezte vissza Sopront Magyarországnak, mint külügyminiszter, Kolozsvár hogy nyílt város lett neki meg, mert egy, csodálatos nagy ember volt, és tisztesség. És csak úgy mellékesen megírta az erdélyi történet című nagy regényt, ami hát egy Tolstói méretű remek Tehát én őt rett, filmet csináltam róla, nagyon tisztelem, rajongója vagyok. Hát a másik oldalon meg a legjobb barátaim voltak a Sós Imre, meg a Szirces Ádám, akik valódi parasz gyerekek voltak. Tehát az életemben ugyanakkor nagyon-nagyon jóba voltam két réteggel, egyrészt akik nagyon lent voltak, valódi proletárokkal, parasztokkal, azokkal is kettő is, több, ar sok arisztokratával, akiket nagyon becsültem. És bizony nem nagyon szeretem a gentríket. ezeket a kis ilyen úrhatnám Szóval, hogy mondjam, vidéken a parasztot szerettem, és nem a kocsmáros fiát, aki népieskedett. Tehát, hogy mondjam, egyfelől a szélsőség, szóval, hogy mondjam, mindig mondom, hogy egyik tétel se igaza maga teljességében, mindennek van egy másik. Na most itt jönnek az arányok. Ez az én alapfilozófiám, a nagy képületek, hogy a valami tanításon felmarad, meg ez az, ezt többször megírtam több könyvemben, hogy az élet lényege az arányok. Ez szóval a minden, ami van, például a kedvenc példám, mindig az arányokat abból vezetem le, hogy semmiből nincs száz százalék, és semmiből nincs nulla százalék. Azt nincs száz százalékos szabadság, nem létezik. Hát abban a pillanatban csak akkor mehetek át az úttesten, amikor zöld a lámpa, már nem szabad, már nem vagyok teljesen szabad, nem tehetem, amit akarok meglátok egy csinos nőt, rögtön oda lehetek, és megfoghatom a fenekét, nem tehetem, nem vagyok szabad, pedig de szeretném. Vagy bent a közélbe rögtön egy gyümölcsöt, úgy, hogy sem, rengeteg minden nagyon normális korlátom van. Na de milyen mértékű? Erre szoktam én azt mondani, hogy ha a szabadság egy társadalomban 20 százalék az borzasztó. Ha 50 az elég kellemetlen. Ha 60 az már elviselhető, ha 80 az a csúcs, 100 százalék nincs. És mindenre ez vonatkozik az életbe. Én ennem nagyon nem tudok, nagyon ritkán dolgokat mondani, hogy egy emberre, vagy egy mozgalomra, vagy egy színi előadásra, hogy az jó vagy rossz. Egy része jó, más része rossz. Az a nagy kérdés mindig, hogy milyen arányban hogy mennyi benne a jó, és hogy mondjam, hogy ember munkásságában, hát biztosan van rengeteg pozitívum. Hát könyörgöm, még a Hitler is épített autópályákat. Hát az Stalin megcsinálta a csodálatos erőmű. Milyen mért, milyen arányban van a jó és a rossz, amit Ez mindig a nagy kérdés. Ez se könnyű sokszor megállapítani az arányokat, Hát ez nagyon nehéz, és az emberek rettenetesen hajlamosak arra, hogy azt mondják, hogy jó vagy rossz. Na most hát a mai napságban az a rémes, amit én nehezen tudok elviselni, vagy, hogy nincsenek igazi viták. Tudod, ezek nem viták, amik vannak, ha ugyan egyáltalán vannak, hát ezek ilyen, ilyen a vita ott kezdődik, hogy én leülő magával beszélgetek, és a tizedik percben azt mondom, hogy na, ebbe magának van igaza. De az én igazam 80 százalék, az az arány. Elfogadom. Az, hogy mindenben, mindenkor, mindig, csak és kizárólag nekem lehet igazam, hogy a reflexből, bár, hát semmi, hát hogyha valaki, ha a jobb oldal holnap azt fogja mondani Magyarországon, hogy hát itt sütni fog a nap, akkor ha zuhog az eső, a jobb oldali választó akkor is azt mondja, hogy süt a nap. És a baloldali választó, hogyha süt a nap, akkor is ez nem igaz, zuhog, az egyszerűen nem nincs jelentősége se a tényeknek, se a szavaknak, se semminek. Hát ugye hitrádióba vagyunk, hát hadd menjek bele, akkor egy nagyon egyszerű, hogy mi az ellentmondás a világban, egy vallási kérdésben. Hát a derék katolikus állampolgáraink naponta elmondják azt, hogy a mi atyánkot, és elmondja azt, hogy az úrnak, hogy jöjjön el a te országod, miképp a mennyben, kép a földön is. Tehát a földön is legyen úgy, mint a mennyben. Na most kérdem attól a sok jobboldali szavazótól, aki, hogy a mennyben sok-sok szuverén angyalka ugrál vagy egy tojoggal? Az úr körül, az jöjjön el, hogy... Vagy az jöjjön el, hogy az úr megmondja. Lehívják azt az urat Európai Uniónak, hogy hát megmondja, hogy ez van, vagy pedig... Vagy pedig az hogy az összes angyalka azt mondja, hogy de mi nem másképp lát. A mennyben, a, nincs nem a mennyben nincs demokrácia. A mennyben nincs demokrácia hát valószínűleg. De, 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 de akkor miért kívánjuk azt, hogy jöjjön el a földre. Miképp a mennybe. Hát akkor hát így szól a kívánság. attól a katolikustól, akinek a neve katolikus, az azt jelenti, hogy egyetemes. Semmi hazafias. Aki nekem az Új szövetségben mutat egyetlen hazafias sort, annak én nagy összeget fizetek. Az Ószövetség azért úgy, ahogy van egy hazafias instrumentum, az Új Szövetséget az ellen találták ki. Nincs többet az, hogy a mi Istenünk, nincs többet az, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, nincs többet kóserétel, nincs többet körül, nem válunk el, hanem katolikusok, egyetemesek vagyunk. Ez hogy jön ehhez az haza? Ez a zógelente éjjel napfali, hogy a keresztény nemzeti, hogy jön? Ilyen nincs. Ez a fából vaskarika. Ha már a vallást hozta szóba, úgy tudom, hogy kedveli a Bibliát, talán az egyik Én kedvenc, kedvenc könyve. Hát, az, az, az tényleg egy isteni olvasmány. Mit, legszor... mit szeret benne? Hogy arányok vannak. Hogy mind, mindennek megvan ugyanígy a két arca, és mindennek van, hogy azt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ. Hát ennél szebb és tömörebb megfogalmazás nem létezik. Szóval az egésznek, hát az úgy, hogy van az egész, nemcsak, hogy gyönyörű, de tele van arányokkal, tele van képekkel. Én nagyon-nagyon szeretem. Hát, hogy Jézus azt ja, arra tudja bíztatni, akire rábízzák a pénzt, hogy gazdálkodjon be. Sőt, azt tudja mondani, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császár. Hát ki a császár? A római birodalom, az a világbirodalom abban a pillanatban, az a szuper-európai unió, az a hiper-szuper globalista. Ő pontosan tudja, hogy annak akkor... Hát azért ítélték, és azért üldözték a nacionalisták. Hát a nacionalisták üldözték halálba. Hát szóval én, én nagyon, én nagyon szeretem. Van kedvenc része a Bibliából? Van kedvenc része? Kedvenc részem? rész, vagy kedvenc könyv? Hát... Tulajdonképpen az, az, az is zseniális a Jézustól, amikor megmondja a Péterre, hogy őt háromszor fog elárulni, majd utána rábízza az egyházat. Mert pontosan tudja, hogy aki tud változni, akiben sok lehetőség van, azt tud egy intézményt vezetni. Rábíz egy intéz, intézményt, anélkül, hogy ne legyen meg a készség valakivel arra, hogy ide is volt, ez, ez zseniális. Már fiatal korában is arányokban gondolkozott, vagy az élet tanította meg erre? Hát azért inkább az élet, de meg kell mondanom, hogy tényleg erre a Mozart, a Shakespeare, a Biblia, a Csehov, ezek tanított, Petőfi, ezek tanítottak meg. És akkor ennek köszönhető az is, hogy ugye főleg a XX. században jöttek a mindenféle ideológiák, kommunizmus, önt is megkörnyékezték ezek az ideológiák, találkozott a liberalizmussal is, mégis Amerika barát volt a kommunizmus ellenére, még a cionizmus is megkörnyékezte, mégse sodródott bele egyik izmusba se. Hát igen, mert mindegyiknél visszatartott a kizárólagosság, az a végletesség, az a... Szóval az, az egyisten hitnek ez a teljesen rossz interpretálása, hogy csak amit én mondok, az lehet igaz. Ez, ez, mindegyik engem tulajdonképpen zavart. Én az, de az egyik könyvemnek az a címe, amit nem én találtam ki, a Nádasdik Elmánnak egy mindent meghatározó mondása a művészetben. Ez pedig a következő. Volt egy énekvizsga, Kodály dalokat kellett énekelni, és egy növendék énekelt, minden is az hát a Nádasdik nagy Kodály volt és hát egy idő után félbeszakította, és azt a ez így nem megy, maga ezt nem érti, nem erről van szó, stb. Tessék próbálni ezt rendesen, tisztességesen. Kivel velem mondta, ő volt a főigazgató, berendelte magához, püfölte az ongarat egy hétig tanította. Egy hét múlva, amikor már elénekelt, azt mondta, meg volt elégedve, és azt mondta, hogy na látja, így kell ezt. Vagy másképp. <gül> <gül> ez, ez egy alapmondat, ami engem az élet, ez, és ez nem relativizmus, ez arról szól, hogy az élet színes. Rengeteg lehetőség van benne. Hát a Bibliában is azt szeretem, hogy tele van ellentmondással. Amit csak látszólag ellentmondás, az nem ellentmondás, hanem sokszínűség. Igen. Az azt jelenti, hogy minden helyzet más. Minden ember más. Mindig szoktam azt tanítani valamit, hogy a mű, a színház, aztán különösen az egy hiketrunk itt és most műfaj. Erre nekem az alapéldám az, hogy Kopenhágában fölépítettek egy gyönyörű, elmondtam, nem. nem? Egy gyönyörű operaházat. Gyönyörű, modern, minden mindent tud. És kérem szépen ugyanolyan pontosan az az operázat, amit felépítettek Ománba, az arab félszigeten. Valószínűleg ugyanaz építettek, gyönyörű, ugyanúgy az arab volt pénzük, az olaf fölépítettek egy. Na most Kopenhágába kisüt a nap, tavasszal, akkor a lányok levetik az ingüket, és félmesztelenül kiülnek a parkokba, a nyilvános parkokba napozni, félmesztelenül. Obámba az előadásra egy nő csak férfi kíséretébe léphet be, nem engedik be a színházban is, és be van fátyolozva a tetőtől talpig. Na most kérem szépen, a traviátát ugyanúgy kell játszani Ománba, mint Kopenhágába? Hát nyilván, hogy ott egészen más. Igen. Szóval egyszerűen a világ színes, a világ érdekes, a világ önellentmondásos, ellentmondásos. És azt azt borzasztóan nehezen viselem ezt a, ezt a csak egy az igaz, hát mi mindenkinek folyt a reggeltől estig igaza van. Ugyanakkor időnként elvtelenséggel is vádolták önt. Hát emiatt. Emiatt lehet, igen, és talán van is egy könyv, a könyvében egy példa, hogy az 56-os forradalom után kimegy rendezni a Szovjetunióba, és sokan ezt elvtelenségként tudták be. Hát voltak, akik bíztattak, azt mondták, hogy mit tudtam volna csinálni mégis. Én az egész életemet úgy fogtam föl, hogy hát, mint háborús gyerek, meg utána én mindig tudomásul vettem azt, hogy a világ itt, Kelet-Európában tele van különböző kötöttségekkel. Na most itt jönnek az arányok, hogy ezen a kötöttségen belül milyen arányba sikerül a dolgot kellemesé, jóvá, élhetővé tenni. Hát azt nem tudom, majd biztosan, hogy fiatalok megmondják, hogy hát mi a, mi a hasznosabb, hogy... Vagy vitatkoznak rajta. Vagy vitatkoznak rajta. <laughs> Igen. Tehát akkor nem annyira... Egy biztos az ez a rendszer, az a jellemző, hogy amikor a rendszerváltás volt, akkor itt az első vezetők nem csupa mandélák voltak egyenesen a börtönből, hanem múzeumigazgatók, különböző nagyon jól meni ügyvédi irodák vezetői. Szóval nem Mártír sorból kerültek elő, mert nem volt Mártír, A új könyvben, a Marsival olvasta, megírta a múltkor egy nagyon derék és nagyon tisztességes, szamizdatos, ellenálló, a rádióban elmondta az élményeit annak idén is elmondta, hogy házkutatást tartottak nála. De a házkutatást tartó ávósok, azok igyekeztek gyorsan befejezni a gyerekszobát, hogy a gyerekek alhassanak. Hát ezt mondjuk a Szovjetunióban nem nagyon tudom elképzelni, se az ndk -ba. Meg hát őt nagyon, nagyon kiszúrtak vele, tönkretették, meg korábban szerkesztő volt, és kirúgták az állásából, és könyvesbolti eladó lett. Igen. Hát én azt hiszem, hogy a Mavani ma ebbe a demokratikus Oroszországból kiegyezne azzal, ha ő könyvesbolti eladó lenne, vagy Belarusban, akit leszednek a gépről, De ellenálló, ha azt mondanák, hogy holnaptól könyvesbolti eladó, hát elég rémesen, de hát nem annyira. Igen. Nagyon, sz nagyon ma... szeret utazni, és hogyha jól tudom, nemrég Japánban is járt hogyan hatott önre a japán kultúra, illetve hogy jött például ez a japán vonal? Én nagyon szeretem a japánokat, nagyon, nagyon tisztelem őket, amikor többször voltam a japánban, többször mondtam, hogy hát tulajdonképpen az, amiről a Marx beszélt, az igazi kommunizmus valósult meg. Tudni, hát olyan fokú a gondoskodás az emberről, az alkalmazottról, olyan fokon törödnek azzal, hogy, ha nem is mindenki, ahogy a kommunizmusban annak ide mondták, hogy mindenki tehetsége szerint, mindenkinek igénye szerint, de annyira azért igen, hogy hát mindenki tehetsége szerint és a lehet szükségleteit elégítsük ki. Szóval nekem ott borzasztó sok minden tetszett, ami fél tudom olyanok is vannak árnyoldalai hosszan tudnám mondani. De ö, például a kapitalista ország létére rettentően törődik azzal, hogy lehetőleg az emberek foglalkozhatva legyenek. Tehát elmegy az ember egy áruházba, legalábbis ez régebben, most már nem tudom, hogy van régebben volt, és ott minden emeleten két-három ember, fiatalok, fogadta úgy, hogy hajlongott, és mutatta neki, hogy merre kell menni. Ezekre a világon semmi szükség mondaná a kapitalizmus, és aztán, hogy reformáljuk meg, ki, de igen, ezeknek akkor van munkája, van feladata. Elindul reggel haza, és valami dolga van a világban, és a japánok erre adnak. És ott is van hajléktalan. Igen ám, csak az is lent lakik a metróba, igen ám, csak annak biztosítanak papírdobozokból egy kicsi lakást. Tehát az állam azt megteszi, hogy a hajléktalan, és vannak ilyen pici lukak, hát mit tudom, én kétszer négy méter az egész, hogy, de a cipője az kint van a papírdoboz előtt. Hm. Tehát mégis azt érzi, hogy ember, hogy ember számnak veszik. A mi előadásaink az operával nagyon drágák voltak akkori pénz, hát az rengeteg volt, ő nem hittem, mert 40 ezer forint volt egy egy. Hát ez ma, mai pénzben azt mondom, hogy 150 ezer, szóval rengeteg volt. És kérdeztem, hát hogy fizetik ezt ki? Azt ezt nem nagyon fizetik ki, hanem a legnagyobb cégek összevásárolják a jegyeket, és jutalmul adják a dolgozóiknak. Mondtam, hogy igen, Szó, szóval az egy nagyon-nagyon-nagyon, és hát remekül működik, és és hát fantasztikus a segítőkészségük. Hát az a régi történet, az operában az egyik zenésznek a szemüvegéből kiesett, a verset keresett egy szemüveges, és nem, nem tudta merre talál, és bement a szálloda mellett egy ilyen valamilyen, nem tudom milyen boltba, azt hiszem ilyen turista boltba, és megkérdezte, hogy hol van itt egy, a környéken egy szemüveges, ez, mire a kicsi bolt tulajdonosa bezárta a boltot, és elvezette őt a szemüvegeshez. Na most, most amikor legutoljára kint voltam, ugye rendkívül komplikált és gazdag a metró, és a hívhálózat. És Egészségére, egészségére, egészségére. Szóval rendkívül gazdag és komplikált a betor, nehéz jegyet venni, stb. Abban a pillanatban, ha én a jegyváltásnál a legkisebb problémába akadtam, abban a pillanatban öten ajánlkoztak, hogy segítenek, hívnak valakit, aki tud angolul, addig el nem mozdultak, mert még meg nem volt a jegy. És mindig és mindenütt. Ők arra vannak beállva, hogy segítenek. Az előadások milyen nyelven mennek ott? Ö, hát eredeti nyelven, ami hát egy csacsiság, de bizonyos snobizmus van benne, tehát eredeti nyelven énekeljük az operákat, minek azért nincs értem, mert mi japánul ki van írva, úgyis a szöveg, is, németül se értenek, egy szót se például a németül. De hát azt, azt, azt így, így, így illik, és így szabad. Úgyhogy... Szóba került a cionizmus is, hogy megkörnyékezték, úgy tudom járt Izraelben. Hogy tetszett önnek Izrael? Nagyon rövid ideig voltam, és nagyon kevés a benyomásom. Nagyon kevés a benyomásom. Van egy, van egy nagyon felületes, és talán nem túl jó vagy jó, hogy ez a következő, hogy ahol én ott jártam, én sehol a világon ennyi stram kiképzett fiatal, de a pincérektől kezdve a mosog, mindenütt, rettesz, ott állnak, és mindegyiken látszik, hogyha holnap megtalálják, hogy mind rögtön fegyvert fog, és, és ilyenek, és is, tiszta is. Na most azért benne hogy lehet, hogy Izrael nem azért nagyon érdekelt egy hosszú távú békébe, mert attól fél, hogy akkor ez a fiatalság ugyanolyan lesz, mint a nyugati fiatalság. Ugyanúgy egyszerűen nem tartja őt össze az életveszélyes ízé, hanem akkor elkezd majd fogyasztani különböző kábítószereket, diszkóványárézi És ez a rendkívüli tartása. Mert hát, ahogy mondjam, én, én szerintem réges-régen lehetne ott béke, ez az én magam vélemény. Hát semmi, korlátlanul annyi pénzt kéne önteni a gázai övezettől kezdve, és hogy legyen, hogy jól él. Hát abban a percben, ezek a palesztinok jól élnének, akkor sem rögtön megszűnne. Annyi pénzt kell, ami, ami zsebpénz, az amerikaiaknak zsebpénz, vagy ez ezek sem. De nem, 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 fönntartják ezt a harci állapotod, jó, ebből nagyon sokan élnek itt is, ott is, mert így kapnak se. De a lényeg szerintem Izraelben az, hogy így tudják megőrizni a lakosságnak ezt a morálisan támadhatatlan, kemény, összetartó, mondom, ennyi ízé, ennyi stram, és munkára harsz, hogy igazán tisztel fiatalt, én sehol a világon nem lát. Igen, Igen. valószínűleg. Mi, mi lenne ezekkel, hogyha holnap egyszer csak kicönne egy nagy vég? <laughs> egy jó kérdés. Igen. Az Egyesült Államokban is tanított, ugye éveken át biztos ezer lehetősége lett volna, hogy elhagyja az országot, és nem hagyta el. Egyszer volt egy nagy lehetőségem. <laughs> Salt Lake city tanítottam a mormonoknál, akiket nagyon szerettem, meg ők is engem, és a tragikus módon az opera igazgatója meghalt. És akkor engem, nekem is olyan nem lenne kedvem megpályázni, mert volna a sanszom, engem ott szeretnek. Mondom, igen, jó, jó. Persze, nagyon érdekes, fél évig kell csak kint lenni, fél évet itthon, nagyon jó, ilyen gyönyörű hely, nagyon jó az élet, minden működik. Igen, ám csak egyet elárultak, hogy egyel ez mindenképpen jár. Hogy minimum hetente egyszer, de legalább többször együtt kell vacsorázni különböző szponzorokkal, <laughs> és azoknak, el, teljesítenek, Sok aztán, hogy ez Amerika. <laughs> ez, Amerika, ez Amerika, és ebből ön nem kért. <laughs> de nem azért, mert nem kérek, nem értek hozzá. Hát egyszer nem értek hozzá, szóval az, 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 azt az élet egyik nagy bajának tartom, és ezt igyekeztem mindig elfelé, amikor az emberek olyasmivel foglalkoznak, ami ezt nem értenek, az egy borzasztó dolog. Ez még régen volt, még a Kádár rezsimben összehívtak művészeket, többek között engem is egy ilyen egy és azt mondták, hogy hát beszéljünk meg, hogy be akarják vezetni az adót, és az adótörvények és mi a véleményünk. És amikor rám szót kértem, akkor azt mondom, hogy kérem szépen, én erről nem tudok nyilatkozni, nem értek hozzá. És zavar engem az, hogy erről kérdeznek, mert akkor nem kérdeznek arról, amihez értek. Könyörgöm, arról kérdezzen, De erről. Na most, hát ez is a, a demokráciának a rákfenéje, én ezt mindig szoktam mondani, hogy én például büszkén vállalom, nem büszkén, de vállalom, hogy nem tudok megfőzni egy leves, miközben a fiam remekül főz, meg a mindenki, nem tudok megszerelni egy konnektort, nem értek hozzá. A választáshoz mindenki ért. Hogy legyen Brexit, vagy ne legyen Brexit, ahhoz mindenki ért. És most már sajnos a, a háborúhoz ez a, ez is. Ezek a nagy hazugságok, amiket igen. Mi a titka, hogy 91 évesen ilyen fit, testileg, lelkileg, szellemileg? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Hát, sem is vagyok olyan nagyon fit, mert sokat érzem rosszul magam, meg öregszem, meg nem, nem tényleg, tényleg nem tudom, hogy mondjam, mindent megteszek. Úszom, tornázom, sétálok, szóval fizikailag igyekszem magam karbantartani szellemileg mindig val valami feladatom van, hát. De egyébként ott az, ember, az emberek még állítólag be van a gémbe táplálva az, hogy mennyi, mennyi van benne, nem tudom. Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez így jutott, és hát ameddig van, addig. Foglalkoztatja az elmúlása a, a... Nem különösebben, nem, nem foglalkozom. Egyszer azt mondom, hogy nagy érdeklődéssel várom. <laughs> Fogalmam sincs, nem tudom. Amitől nagyon félek, az, hogy szenvedéssel történik, vagy lehűléssel, vagy az borzasztó lenne, ha elveszíteném a önrendelkezésre. De egyébként nem tudom, hogy mondjam, erről a Pilinszki mondta a legjobbat. Az verhetetlen. Azt mondta, nem félek a haláltól, mert eddig még mindenkinek sikerült. <laughs> Hát azt kívánjuk, hogy még sok-sok ilyen könyvet írjon, mint amilyen ez is, és tényleg gratulálunk, és, és nagyon szépen. szépen köszönjük, hogy itt volt, és Köszönöm azt a sok bölcsességet és tapasztalatot is köszönjük, amit megosztott most az interjú Köszönöm. során is, és a könyvében is. És Marci, úgy tudom, hogy egy Igen, kis ajándékkal te is készültél. Ajándé, ahogy, mivel mondtad, hogy Szereted olvasni a Bibliát, én hoztam neked egy olyan Bibliát, amit mi adtunk ki, amire tényleg büszke vagyok. Ez egy nem a Spirit kicsi... adta ki. Nem. Patmos. Patmos egy Patmos. másik kiadó. Ezt másik kiadó adta ki, de ez egy nem kicsi, viszont nagy <laughs> Biblia. Ez egy Köszönöm igazi bőr szépen. Biblia, remélem Köszönöm szépen. ezt is fogod akkor... Köszön forgatni, szépen. olvasni a Márszad a Ez egy igazi bőr, gyönyörű mm. nagy biblia, úgyhogy remélem, hogy Köszön fogod szépen. tudni használni. Ez isteni olvasmány, hogy mi minden van, mert hát az, amik, ez rémes olvasvány helyenként. Erős. Hát amikor a Babilonból Erős. hazamentek a zsidók a Rabságból, akkor azoknak a férfiaknak, akiknek Babiloni felesége el kellett válni. Azok voltak, aztán a nacionalitás, ez ellen lázott fel az egész kereszténység. Ezért ekkor a baromság, hogy keresztény nemzeti a világon nincs. Mert tehát, maga a fából vaska. Olyan, mint amilyen volt a szocialista nemzeti. Ami ez ugyanez a, a fából vaska. Igen. igen. Végtelenségig lehetne folytatni ez. a beszélgetést. Jó, hát köszönöm Nem, szépen. nagyon szépen. szépen. Nem, Nem. megtisztelő, ez. és köszönjük Öröm szépen, hogy így. itt volt. Jó. Folytatjuk aztán már nem is mondtam el, mert nem akarok már izet, amire csak céloztam. Hát hogy ennek az egész mai világnak a rákfené ez az általános választójó. Hát erre mondtam, hogy miért, miért ami alap példám, amit saját szememmel láttam, BBC, kijön egy olyan jó képű fiatalember a választ, és meg kire szavazott, szóval, of course, a Brexit. Mondta, elindult, vagy visszafogott, és azt mondta, hogy szélikus, a Brexit. Igen. Igen szóval. Ez is egy érdekes kérdés, hogy hogy kéne megreformálni, vagy De ezt megírtam az egyik könyvembe, de nagyon egyszerűen. Hát ha az kresszből kell lehet vizsgázni, mert lassan a biciklő. Ha miért ne lehetne négy évente levizsgázni állampolgári alapjó, alapjó, alapismeretekből? Lehet, hogy a mai fiataloknak nem hát, túl nem lesz, lesz, nem nem a Hát Például, amikor kiáll egy párt és azt mondja, hogy a GDP-t ennyivel, megkérdezni, mi az, hogy GDP. Hát igen. És hát a másik, ami egy alapvető, az a nagy politikai reform hogy aki a választási ígéretét nem tartja be, az köztörvényes büntetként bűntet, kéne börtönel büntetni. Tudjuk, onnantól kezdve, hogy mindenki abban, hogy hát amit a választásra mondhat, az hogy innentől kezdve az egésznek nincs értelme. Hát innentől nincs értelme. Hát akkor mire? Igen. A most időnk lejárt, úgyhogy búcsúzunk a nézőktől, a hallgatóktól, de azért mi még itt lehet, hogy folytatjuk a beszélgetést. Viszontlátásra, viszonthallásra.